Sziasztok, tisztelettel köszöntök mindenkit. Marasú dolog van, ami bosszantja az embert, főleg az ilyen típusú morgós palikat, mint én vagyok. Ez az egyik ilyen, amiről most fogok beszélni, hogy amikor Pesten ide-oda autózva próbálod intézni a napi kis dolgodat, és nem elég, hogy folyamatosan felújításokba, útlezárásokba, különböző építkezések miatti forgalmi rendváltozásokba ütközöl, hanem rendszeresen ugye ezt a kis vonulásodat, amivel A pontból el akarsz jutni B pontba, és általában másfél óráig tart, Pest közlekedését ismerve, még megterhelik neked azzal is különböző kormánydelegációk, különböző vendégek, külföldi vendégek, magasrangú vendégek által kísérve, ugye ezek a kis kormányautók, még plusz 23 darab kísérőautóval felszerelve, ugye, mint valami Böllex filmben, legalább háromszor keresztezik az utadat, és ugye vadul szirénázva, lezárva a forgalmat, elrodjónak egyik helyről a másikra, akár még a városon kívül is. Én tisztában vagyok vele, hogy vannak biztonsági leírások, meg biztonsági utasítások, ugye, hogy a védett személyeket A pontból B pontba eljutva, nem a te A pontod, meg a B pontod, hanem teljesen más pontok között, ugye a lehető leggyorsabban, legnagyobb sebességgel, legkevesebb megállással el kell juttatni. Már igazából ez így van biztos, nem is akarom ezt vitatni, csak nem igazán értem, hogy miért védett személyek. Magyarországon mitől kell védeni? Nyilván lehet, hogy itt is annak akadnak rendkívül rossz indulatú emberek, hogy esetleg mondjuk füstbombát dobálnak, vagy csúnyán beszélnek, vagy esetleg leköpnek valakit. Ezt nem tudom, miért indokolja azt, hogy Pest belvárosába százzal szirénázva kell rongyolni egyik helyről a másikra. De hát ez biztos sokkal jobban tudják különböző biztonsági szakemberek, nem is akarok ebbe belemenni. Viszont ugye sokszor elgondolkodik az ember, hogy lehetne másképp megoldani. Na, erre van egy remek ötletem, hogy lehetne ezt úgy megoldani, hogy a Pesten közlekedők ne kapjanak agyvérzést, ne kelljen folyamatosan szitkozódni, és sokkal-sokkal gyorsabban megtörténjen egy egész ilyen kormány látogatás, egy kormánydelegáció fogadás, anélkül, hogy nem csak a fővárosi, hanem a környéket érintő embereknek is a hétköznapit ez ne zavarja. Hát próbálok nektek felvázolni egy ilyen fikciót, ami szerintem végre lehet hajtani, akarat kérdés, hogy ez így lesz-e vagy sem. Tehát Ferihegyi repülőtér, megérkezik a kormánydelegáció, az, hogy milyen országból, teljesen mindegy, ebbe nem menjünk bele. Az a lényeg, hogy idejöttek nagyon-nagyon fontos gazdasági ügyek miatt tárgyalni, és nagyon-nagyon magas rangú a delegáció. Úgyhogy mit szoktak ilyenkor csinálni? Fogadják Ferihegyen, majd elindulnak különböző fontos hivatali helyiségek felé, ahol az ország nagyon fontos emberei, a külföldi ország nagyon fontos embereit fogadják. Na, itt kezdődik az egésznek problémának az első megoldása, hogy miért kell elmenni a nagyon fontos embereknek nagyon-nagyon fontos hivatali helyiségekbe. Azt a tárgyalást mondjuk miért nem lehet lerendezni a Ferihegyi repülőtér mondjuk kettes termináljának a VIP várójában. Tehát megterítve, kaját, piát odahordva, fogadjuk a külföldi delegációt, megbeszéljük, hogy ennyi gázt hoznak, annyi villanyt visznek, hoznak ezt, azt, amazt, összekötjük a kellemes hasznosra, kötünk egy csomó üzletet, majd egymás tenyerébe pacsiszva, ha-hó-ha-hó kiáltással szépen elválik a két kormánydelegáció, a magyar meg a külföldi, szépen a következő menetrendszerinti járatra felül a külföldi kormánydelegáció, a magyar delegáció meg akár mondjuk villamossal besétál a megfelelő működési helyre. De ne legyen villamos, legyenek szolgálati autók, akkor is csak egy helyről mennek egyik helyre, így nyilván nem zavarnak senkit. Na, erre mondhatjátok azt, hogy ez nagyon fasza, meg is lehet valósítani, de hát ilyenkor az ember, mivel ez a protokollátogatások is, és azért az ember büszke a hazájára, szeretné megmutatni, hogy hol élünk, mint élünk, ilyenkor ugye a kettes terminálnak a VIP várójából elég nehéz ezt megmutatni, hanem el kellene vinni az embereket ezeket olyan helyre, amire büszkék vagyunk, rá mondjuk Pesten belül. Hát ehhez teljesen felesleges szirénázó rendőrautó, fekete luxusautó hegyekkel körbe-körbe mászkálni, lezárni dolgokat, marha egyszerű. Pont a Ferihegyi terminál előtt általában 650.477 darab taxi várakozik, fogja a kormányfő, a kormánydelegáció vezetője, mondjuk a kormányfő, a másik kormányfőt, aki mondjuk tegyük fel, hogy a fogadott kormánydelegációnak a vezetője, ketten beülnek egy
taxiba, megnézik, hogy azért egy rutinos öreg róka vezesse, majd előtte, figyelem, ez fontos, gondosan álcázza magukat, tehát véletlenül is nézzenek ki kormányfőnek, hanem mondjuk felvesznek egy szabadidő ruha alsó felsőt, és hangoztatva a taxisnak, hogy most jöttek vidékről, és szeretnének éppen megjárni Budapestnek a nevezetességét, mert van még 2,5 óra a gép indulásáig, és addig megnéznének egy-két dolgot, és mondjuk szeretnének a 2-es terminától eljutni mondjuk Budára, a Bárig. De többször hangsúlyozni kell, hogy vidékről jöttek, és ők nem pestiek. Na most ezt az utat rutinos taxisunk megteszi mondjuk 2 óra alatt, hogy visszaérjen a repülő indulásáig, és ezáltal ez az út, ami valójában nem ennyi, de most így általa, nem tudom milyen indok miatt, lesz mondjuk egy 38 kilométer, bejárva Budapest legnagyobb, legkisebb útjait, mellékutcait, amivel szerintem részletesebb városnézést nem lehet produkálni sehol se, a legprofibb idegenvezető ezt nem tudja legjobban megcsinálni, és mellette a tempóból következtethetően, igen, akár még ki is lehet szállni, és mondjuk fagyit enni, vattacukrot venni, vagy esetleg léggömböket eregetni is lehet ez alatt az idő alatt. És akkor jöhet az a kérdés, hogy de hát mutassunk meg valami magyar jellegzetességet, és igazából ugye magyarok mi nagyon büszkék vagyunk a gasztronómiákra, ugye? Rengeteg nagyon jó éttermünk van, nagyon jó konyhánk van. Ilyenkor nyugodtan lehet szólni a taxisnak, hogy szeretnénk megállni valamilyen Michelin csillagos étterem előtt, ahol valamilyen magyaros kaját szeretne enni a fogadott kormányfő. Hát, legjobb helyet választjuk. Az 100%, hogy ott nem sikerül enni egy sima, egyszerű paraszt gulyásleves vagy egy halászlevet, amire azért általában azt mondjuk, hogy egy jó libamájat, ami általában olyan tradicionális nemzeti kajának gondolnak, hanem ezeknek az újra gondolt változatát. Tudjátok, amikor odakötnek a tányér közepére egy darab valamit, ott van, mit tudom én, egy 3,5 dekás máj darab, mindenféle lószarokkal megtűzdelve, aminek én nem vitatom, hogy biztos nagyon finom íze van, de hogy nem magyar, az is biztos, tehát semmi köze a magyar ízvilághoz. Innentől kezdve az emberkénk, a kormányfő jelöltünk valószínű, hogy le fog döbbenni, mert ugyanezt 3 országgal alébb is megkapta, ugyanebbe az ízhatásba, mivel ugyanez a Michelin csillagos étteremnek ugyanez a szakácsa, ez ott dolgozott ezelőtt 2,5 évvel, és ugyanezt állatta neki. Még történhet az, hogy mint jelen esetben napjainkban is szeretném megmutatni egy fontos vendégnek mondjuk az ország távolabbi részét, tehát mint jeleztem, mint történt napjainkban, feltétlenül meg akarjuk mutatni mondjuk a röszkei határvédelmi kerítés. Ezért ugye ez a delegáció szirénázva, villogva átrongyol az országon, hogy ezt feltétlenül meg kell nézni azt a kerítést, és ott szolgáltott teljesítő rendőröket. Nem tudom, ki találkozott már autópályán így ilyen kormányautókkal, nekem sikerült többször is, és tapasztalatból tudom, hogy jobban jár az ember, ha lehúzódik, nem csak a KRESZ különböző szabályainak a betartása miatt, hanem ezek az autók úgy mennek, ugye, hogy elől megy egy-két felvezető rendőrautó, majd pár darab nagyobb testű autó, általában terepjárók, ugye a felező vonal közepén mennek, és ha te nem állsz félre, kellő időn belül, szabadon letolnak. Nyilván nem fognak neked menni és lelökni a pályáról, de ezt az érzetet keltik benne, hogy le fognak tolni a fenébe, mert annyira fontos azt a rohadt kerítést megnézni, hogy nem lehet odaérni, mit tudom én, 130-140-nel, hanem 180-kal kell menni. Ugye megint ugye egy biztonsági előírások alapján ugye a legrövidebb idő leggyorsabban lehet menni. Hát nem tudom, most ha valakit annyira meg akarnak merényelni, szerintem 180-nál is megfogják, nem csak akkor, hogyha 140-nel megy, de biztos ez az én hülyeségem, nem értek hozzá. Na szóval elrongyolnak melletted az autópályán, elindulnak röszkére, megnézik a kerítést. Nem tudom, hogy melyik ember nem látott kerítést még. Nyilván nem egy 3 méter magas szöges drótos kerítésről beszélek, bár szerintem, hogyha ilyen kerítést akar látni a vendég kormányfő jelölt, akkor elmehet akár mondjuk szerintem a gyűjtő mellé és megnézi a kerítést, ugyanezt lehet látni röszkén is. Mellesleg ki lehet hívni pár darab rendőrt vagy fegyőrt, hogy teljes legyen a röszkei élménynek a reprodukálása, és azokkal úgy kezet lehet fogni. Tehát ezért nem kell elmenni a röszkei határa, hogy ott a nagy semmit nézzem, ott a bozótosba, és mellette megnézzek egy acélkerítést, és ott a szolgáltott teljesítő rendőrökkel kezet fogjak, akiknek ez nagyon-nagyon fontos dolog, biztos egy örökkészoló élmény lehet, ahelyett, hogy mondjuk egy kis fizetésemelést kapnának, vagy megfelelő ruházati pótlást. Hát körülbelül így lehetne megoldani
egy külföldi kormánydelegációnak a szállítását, fogadását, ellátását, anélkül, hogy minket ez különösebben ne zavarjon. Persze tudom, hogy ez nem lesz így, mert ez megint egy okoskodás, egy hülyeskedés, egy nem lehet komolyan venni ezt a dolgot, mert ennek megvan a megfelelő rendje, ugye a protokollális része, és ebben nem férne bele. Mellette meg amúgy is van az országnak egy csomó pénze, és érdemes ilyen dolgokra elkölteni, hogy legalább mondjuk, hogyha meg akarja nézni a külföldi kormánydelegáció mondjuk a budai várat, akkor oda 650 autóval kell átmenni, szirénázva, és ugye hát azért a kormány által használt autók azért nem a 1-2-es Suzuki-k, tehát azért a tüzemanyagfogyasztás is van. Nem akarok nagy demagóg lenni, hogy itt az mennyibe pénzbe kerül, mennyi pénzbe nem kerül, biztos, hogy van rá pénz, ugyanúgy, mint a kórházakra, meg az egész egészségügyre. Hát, megint demagóg lettem, mert ugye mindenki ezt mondja, de hát akkor is így látom ezt a dolgot, attól függetlenül ajánlom figyelmébe a kormány PR szakértőinek ezt a kis videót, és próbáljanak meg ez alapján fogadni egy kormánydelegációt legközelebb. Lehet, hogy sokkal sikeresebb lesz, mintha most ők maguk tennék, és egy fontos ajánlatom van még, hogy mondjuk a Michelin csillagos étterem helyett ajánlom, hogy menjenek mondjuk el a két bütykös tevű csárdába, valahol az Alföld szélén. Ennyi, nincsenek vendégek sokan, kettő olyan halászlevet fognak kapni, amitől lehet, hogy beszarnak, meg összeugyozzák magukat. Simán bográcsba főtt, halaplé, mellette többféle szelet hal, mindenféle, jó sok ikra, az egész átpaszírozva, és akkor két nagy szelet parasztkenyére be lehet durrantani, na az az igazi magyar kaja, lehetőleg pár szemcseresznye paprikát is illik belevágni, hogy azért másnap reggel is emlékezzen a külföldi kormánydelegáció arra, hogy milyen az élet Magyarországon. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!